Márci Virányi Nikoletta a vendégünk, és hát nagyon-nagyon színes kavalkáddal érkezett tulajdonképpen. Annak apropóján, hogy október 24-én az origami világnapját ünnepeljük. Hát mi magyarok is, és gondolom, hogy elsősorban a japánok és szerte a világban sokan, akik hódolnak ennek a szenvedélynek. Úgyhogy a következő percekben Nikivel erről sok csodáról fogunk beszélgetni. Magáról a világnapról azért azt gondolom, hogy nem is, mert hát mindenki valószínűleg a maga módján ünnepel, viszont az origami kultúrájáról, történelméről egy picit azért mégiscsak, hiszen azt hiszem, hogy aki elkezd ezzel foglalkozni, azért egy picit utána jár. Te mikor ismerkedtél meg az origamival? Egyáltalán mit tudtál róla, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni? Jó estét kívánok, sziasztok! Igen, az origami, mint mindenki sejti, ez Japánból indult. Ez a fajta origami, ez nem a sima, amit mindenki is, majd például tulipánt készítünk, ez a 3D origami. Ennek az alapja az összesnek egy fajta ellen, abból rengeteget kell készíteni, több száz, több ezer darabot egy-egy ilyen műel a készítéséhez. Tehát tulajdonképpen ugye ezek szerint, hogyha az legkisebb elemet valaki el tudja készíteni, és baromira türelmes, van ideje és papírja, akkor gyakorlatilag a határa csillagoség. Igen, Magyarországon régen sem volt, azért is nem volt egy népművészeti dolog a papír, mert az nálunk drága. Most azt gondoljuk, hogy ez milyen egy olcsó dolog, hát megmondom őszintén, nem. Hiába a legtöbb színes papír megszerezhető, 80 grammos vagy fénymásoló papírként ismert fehér lapi színesekbe, de egy A4-es lap például 10-12 forint. Vagy nagyon kedvencem, amikor az iskolába kérik, hogy a gyerek is vigyen be, feketébe, ami nem létezik, ennek nagyobb a súlya, drágább. És vastagabb is? Vastagabb is, ezt hajtogatásnál kicsit nehezebb, viszont, ha megnézzük ezt a kis engibölcöt is, sokkal-sokkal masszívabb. Mindegyik masszív, mert rengeteg papírból van, de ez sokkal-sokkal masszívabb. És nem esik szét. Nem esik szét, nincsenek ragasztva. Hát nála csaltunk annyit, hogy a csőrét felragasztottuk, de ennyi. A többi, meg is mutatom, szét tudjuk szedni. Niki, na most, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezzel szeretne megismerkedni, akkor gondolom, hogy ezerféle YouTube videótól kezdve mindenféle könyv áll az ember rendelkezésére, de hát először is szabad időre van szükség. Te egyáltalán hogy tudsz ennyi mindent alkotni? Hát van egy normális foglalkozásod, ráadásul ugye ott is papírok között vagy, úgyhogy úgy látszik, hogy ez a te karmád, a papírok között élés, és tulajdonképpen hát az öröm funkciót is ugye a papír jelenti egyrészt számodra. Tehát gyakorlatilag te minden szabad idődet ennek szenteled, ennek a szenvedélynek? Mikor elkezdtem, akkor még a gyermekem picike volt, otthon voltam vele, és nagyon-nagyon jó elfoglaltság. Például, ha megtanuljuk az alapelemet elkészíteni, nem is kell néznünk, és este mondjuk, akinek van ideje tévézni, tévézés közben is lehet csinálni. Tehát te csukott szemmel készíted az alapokat ezek szerint. Igen. És hány ilyen alapod van? Mert látom, hogy ugye különböző színek vannak, mondjuk megcsinálsz 1000 darab zöldet, vagy 1000 darab pirosat, vagy különböző kosarakban vannak az alapok? Hogy működik, árul? Cipőrtoboz beszedobálva. Általában az a trükköm, ha így megnézzük. Először is ki kell találni, hogy mit akarunk készíteni. Egy YouTube videót, ha elkezdünk, ott azért vannak alapok, tanuláshoz az nagyon jó. És akkor az alapelmeket 20-asával rakom, hogy tudjam, hogy hol tartok darabszámba, hogy melyik színből hány darab kell. És akkor cipős dobozban tárolgatod ezeket. Igen. Na, igen. És hát akkor elkészülnek az alapok, és akkor ugye jön mindenki szerintem ízlésének is, az érdeklődésének megfelelő figurákat választ ki. Vannak ilyen tradicionálisabb minták, amik akár tényleg a japán kultúrából jönnek, és ott is népszerűek, vagy ez tényleg az ember ízlésétől függ, hogy mit alkot? Nem hiszem. Igazából az elején használtam a YouTube videókat, hogy is kéne, de utána elkezdtem például ezt a Hello Kittyt. Ennek csak az összerakása, nem a papírok hajtogatása, csak az összerakása, több mint egy hétig szenvedtem vele. Mert hogy van olyan, hogy elrontod és lebontod? Persze, elrontjuk, lebontjuk,
nem jó, a szín elcsúszik, minta elcsúszik. Azért itt kell egy térlátás is, hogy átlássuk, hogy mi hogy készül. Most az jutott eszembe, hogyha veled valaki ki akar tolni a családból, amit ilyen kőműves kelemen módon, amit felépítesz egyik nap, mondjuk vicces módon leszedi valamelyik családtagod, és aztán másnap kezdheted előről. Volt már erre példa, hogy esetleg egy kicsit belekontárkodtak a műbe? Igen. Csináltam egy papagájt, amely pohár szélén tudott ülni, és a gyerek kitettük, és akkor jött a gyerekem, és valamivel leverte. Próbáltam, félretettem, hogy majd összerakok, és jött a férjem egy óra múlva, és ő is leverte. Úgyhogy olyan szinten szétesett, hogy azt már nem lehetett újra összerakni. Azt hittem, hogy mindenki megpróbálta visszarakni, aztán végén lett belőle egy víziló. Nos, hát itt ugye kisebb és nagyobb műveket látunk. Azt ígérted, Niki, hogy esetleg engem is megpróbálsz megtanítani erre a dologra. Nem tudom, hogy mi volt a legnagyobb alkotásod, vagy mire vagy a legbüszkébb? Vagy esetleg itt van-e az, amire mondjuk tényleg nagyon büszke vagy, és egy különleges dolog? Több, hát mindegyik, például ez a kígyó is, ez 105 centi hosszú, és mindjárt puskázok. Hogy hány darabból áll? Igen, 544 darabból áll. Vagy pedig nekem a nagy kedvencém ezek a cukorkás, ezek a tálak, amiben cukorkát is, egy-egy kiállításon tudunk beletenni cukorkát is. A 7 színű tál az 441, a 6 színű pedig 378 darabból áll. Ez tulajdonképpen hány munkaóra alatt készül el, megmutatom itt a nézőknek, tényleg itt a szivárvány különböző színeiben, és ez elég stabilnak is tűnik, itt mutatjuk a hátoldalát is. Bizony, vannak talpjai is, amin állnak. Ebből a kameraállásból is tényleg látszik, hogy nagyon-nagyon különleges. Hát tényleg vigyázni kell rá, mint a hímes tojásra, akár hímes tojást is lehet belepakolni. Szóval hány óra alatt készül el egy ilyen szépség? Azt pont nem tudom, de egy ilyen váza nettó 11 óra. Egy ilyen kis, egyszerűnek tűnő kis madárka, hattyú, 154 ellenből áll. Ez, ha csukott szemmel tudjuk csinálni, nettó 2 órát vesz igénybe. Gyakorlatilag azért ebből nem tudnál megélni, ugye, hogyha ezeket akarnád eladni, mert hát nem tudom, hogy van-e rá fizetőképes kereslet, aki tényleg megfizetne egy 11 órás munkát. Nem hiszem, hogy ebből így meg lehetne élni. Biztos, hogy meg lehetne élni hosszú távon, de ezért közben mindennapokra is gondolnia kell az embernek. Hol vannak ezek a te lakásodban? Hová férnek el? Egyetem mit szól hozzá a család, hogy anya újabb és újabb remek műveket készít? Szeretik, a gyerekem az nagyon büszke anyára, ő nagyon. Ő is szeretné csinálni, de még ő kicsi ehhez. Én azt mondom, hogy ez 14 év alatt ti gyerekek ezt még nem tudják elkészíteni. Pár évvel ezelőtt nagy divat lett különböző ilyen felnőtteknek való színező. Tehát arra gondolok, hogy nyilván nem ilyen 18-as karikás színezőről van szó, hanem olyan ábrákra, amelyet hosszan és elmélyülten kellett kiszínezni, és mindennek ugye az esztétikai célon túl volt egy meditatív célja is, hogy egy kicsit pihenjen, relaxáljon az ember. Ugyanezt elmondhatjuk az origamiról is? Sőt, szerintem minden anyukának, akinek otthon kisgyereke van, mindenki érzi, hogy valami kell, ami megnyugtatja. Vannak Nyíregyházán, vagy itt Szabolcs megyében hozzád hasonló origamisok? Esetleg van-e valamiféle kis szervezetetek, vagy gondolkodtál-e abba, hogy valamilyen csoportot, közösségi oldalon egy csoportot hozzatok létre, mert gondolom, hogy meg tudnátok osztani egymással a tapasztalataitokat is. Magyarországon többen vannak, itt a környéken nem tudunk arról, hogy lenne. Igazából én ezt az örömszerzését magamba alkotom. Lehet, ez egy magányos sport számodra, de lehet, hogy most ezután a beszélgetés után majd megkeresnek néhányan, és azt mondják, hogy légy a mesterünk, és taníts minket erre a nagyszerű dologra. És most én is erre kérlek, egyébként itt még ékszereket is hoztál, hűtőmágneseket, tehát végül is tényleg funkciója is van ezeknek túl azon, ugye, hogy jól néznek ki, bár éppen a múltkor például a barátnőm kávékapszulából készített ékszereket, itt látható egy ilyen kis pici fülönfüggő, aztán régi pólóból is szoktak ékszereket készíteni, tehát hihetetlen, hogy az emberi kreativitás mi mindenre képes, úgyhogy a fülbevalón túl gondolom, hogy akár nyaklánc is készíthető origamiból. Igen. Tehát. Igen. Nos, mi az, amit akkor mi most megpróbálunk elkészíteni, vagy mire szeretnél
Hát a legelső azt mondom, hogy ezt az alapelemet ugye megtanuljam, de lehet, igen, hogy ez most itt nem egy fog menni. Halacskát fogunk készíteni, ez 48 darabból áll, erre talán most lesz időnk. Egy pár szóba elmondom, veszünk sima papírt, és 16-od oljuk. Most itt előre megrajzoltam. Hát ez már valakinek már ez probléma lesz, tehát... Nem hiszem. Én készültem, adok neked is belőle. Tehát most egy picit meggyorsítjuk. Kicsit összeragadtam, de igen. Tehát 16 darab kis téglalap lesz, ugye? Először hosszában ketté hajtjuk. Most a kedves nézőknek már lehet, hogy ezt egy kicsit elrontottam, már rögtön az elején mondani kellett volna, hogy amikor elkezdjük a beszélgetést, akkor 16-od oljanak gyorsan színes papírokat, és akkor a beszélgetés végén pedig akár velünk együtt, de ugye hála az internetnek, akár vissza is nézhetik ezt a műsort, ezt a beszélgetést, és megpróbálhatják majd ugyanezt. Nos, akkor ugye én ketté hajtottam, utána és te még megint egyszer. Megint kettét hajtjuk. Igen, már most kezdem elveszíteni a fonalat, jó? Itt a hajtásnál, nem tudom, hogy mutassam, hogy mindenki lássa, lehajtjuk. Ha először nem sikerül olyan precízen, nem olyan szépek, nem kell kétségbe esni. 200 darabot meg kell csinálni belőle. Ahhoz, hogy? Ahhoz, hogy rájön a kezünk. Na várjál, most akkor a másodikat mellé hagyjuk, eddig úgy egy csákóhoz hasonlít, ugye? Igen. Tulajdonképpen, igen. Na már nekem az illesztések nem tökéletesek. Nem gond. Jó, akkor... Megfordítjuk, ugyanaz. Itt a kis sarkokat visszahajtjuk. Szemüveg nélkül félig vakon csinálom, úgyhogy kedves nézők, az nekem megy, akkor higgyék el, hogy önöknek is fog működni. És azt lehajtjuk. Igen, és azt is lehajtjuk. És utána jó. Így ketté hajtjuk. Na figyelj, most ugrik a majom a vízbe, még egyszer mutasd, légy szíves, közelről. Hogy fent van. Tehát így ketté hajtjuk. Igen. Na, például szétcsúszott. És nagyon kell vigyázni, hogy ezek ne csúszanak szét, és akkor gyakorlatilag van egy kis háromszögünk. Egy elemünk, és azt hozzá tudjuk tenni a többihez. Igen. Csak papír, de nagyon veszélyes, mert sérülést is tud okozni. Ezek is elég masszívak tudnak lenni. Főleg a fekete akkor ezek szerint. Na most akkor ebből most nem csinálunk meg 200 darabot, mert akkor valószínűleg a jövő héten is még körülbelül itt ülnénk, és ugyanezzel a beszélgetéssel folytatnánk. De te már itt készítettél én többet. Én készültem. Úgyhogy ha az alap megvan, hoppá, a kígyó az fel is adta szerintem. Semmi gond. Igen. Majd felvesszük. Tehát akkor ezeket összerakod 20-asával, és akkor elméletileg, hogyha valamilyen figurát akarsz készíteni, akkor ez szépen így az öletbe veszed, vagy egy asztalnál dolgozol? Hogy szoktad neki? Ó, összerakásnál, igen. Akkor inkább asztalnál. Hajtogatni bárhol lehet. Most fehérből 17 darabra, alapból pedig 30 darabra van szükségünk. Mert elkezdjük összerakni, érdemes... Szétszedni? Igen, megmutatom, kicsit elrébb pakolok, hogy előre készíteni, hogy tudjunk haladni, mert hogy össze kell ezt fogni. Közben elmondom, hogy ez a hattyú az első munkám, az unoka testvérem készítette, és én megirigyeltem tőle. Hát egy hónapig készült. Az első munkád? Igen. És ez az a hattyú, tényleg? Ez a hattyú, igen. Akkor ezt azóta is gondolom nagy becsben van. Igen. Hát nem látszik rajta, hogy ez egy első munka, szerintem teljesen profi. Alkotás, nem tudtam összerakni. Nem? Az alapot nem tudtam, én nem tudom, legalább 6-szor nekikezdtem, én mondtam a férjemnek, hogy ragd már össze, mert hogy ezeket biztos jobban megy, de annyi munka volt benne, hogy már nem adtam fel. Igen, közben itt a fiúk kíváncsian lesik, hogy mit fogunk csinálni ezekből a darabokból. Lassan elfogy az időnk, és én attól félek, hogy nem biztos, hogy végére érünk, de azért elkezdjük. Jó. Tehát akkor szerintem kezdjük el, mert tényleg el fog fogyni az időnk, mielőtt kettőt is összeraknánk, már csak azért, hogy ezt a trükköt lássák a nézők, hogy akkor hogy is kell ezeket összeilleszteni. Mivel ennek a szélnek simának kell lenni, az elsőhöz hozzáteszünk kettőt, de a szélsőkbe dugjuk be. Fú, te ezt olyan gyorsan csinálod, hogy én ezt nem bírom követni. Gyorsítjuk a műsorgyet. Utána... Van egy alapunk egyes, utána kettő, utána ugyanígy három darabot. Utána ez egy kicsi halacska lesz, ezért fogunk betenni egy szemet. Mondjuk beteszek. Elnézést. Így. Én feladtam, majd műsor után korepetálszni ki. Ezért fontos, hogy elő legyen készítve, hogy ne a fogunkkal kelljen kihúzni.
És gyakorlatilag ugye akkor a két szélére és középre helyezed. De most fontos, hogy a szél, legszélső az nem megy bele mind a kettőbe, hanem itt az egyik üres maradjon. Aha. És mi lesz az, aminek el kell majd készülni? Mutassuk meg, hogy mi lesz ebből. Hát egy ilyen halacska. Egy gyönyörű kis halacska, ami akár egy hűtőmágnes formát is fölvehet, hogyha ugye a végére ide ragasztunk egy mágnest. Niki, szerintem mi a következő bejátszás alatt lehet, hogy folytatjuk, vagy legalábbis gyakorlok. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg büszke lehetsz magadra, és kívánok még nagyon-nagyon sok szép ilyen alkotást, és köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen, én köszönöm a meghívást.